su hát ez a bút. Vígan fonnék homlokára koszorú. Van nekem egy virágom. Le se töltem el, se hoztam beszánom. Távol estünk, messze vagyunk egymásról. Én a sajó partján ül a tisztán. Lakomon egy este meglátnád a búbánatot lefestve, megláthatnád két halovány orcámat, meghallanád, mint sóhajtok utánat. Gyakran a világban, ahol egyre kevésbé ismerjük saját szomszédunkat, ahol annak ellenére, hogy összesugorodott a világ és globális faluról beszélünk, elidegenedtek egymástól az emberek, lassan egyre kevesebbet jelent az embereknek az otthon és a haza fogalma. Mégis tudjunk hittel előre tekinteni, tudjunk arra gondolni, hogyha Lévai Józsefnek sikerül így élni az életét, egy példa lehetett a mi nemzedékünk számára, akkor nekünk sem lehetetlen, és hogyha nem is lesz esetleg tökéletes a mi életfolytatásunk, de mégis jó reménységben lehetünk afelől, minden esetre a jó úton járunk, hogyha a mi számunkra is értékként jelenik meg az otthon és a haza fogalma. Thank you.
Először az iskolának a nevét írjátok már föl, hogy tudjuk majd, hogy kié volt az a tudó. Szent Zsolt Szentpéternek születtetése. Városunk sok emlékét tölti szülőháza, sírhelye a régi református temetőben. Iskolát is neveztek el róla. A Szemere Bertal mellett volt írnok iskolszom, Budapesten a Pesti Napló alkalmazottja volt. Azt kellett volna leírni, hogy számotokra miben két példakép Vévai József. Talán a Kossuth iskola tanulói jártak a legközelebb a dologhoz, ugyanis amit felolvasott a kislány annak az elején, erről volt szó, miben lehet példakép. Ha estünk, messze vagyunk egymástól. Thank you.
Istenünkkel dicsérjük a mi Urunk Szent Nevét a 90. Zsoltárunk első verszakának éneklésével. A 90. Zsoltár első verszakát énekeljük fennállva, amely így kezdődik. Te benned bíztunk elejétől fogva. Énekeljük a 264. dicséretünk első, második és harmadik verszakát. A 264. dicséretünk első verszaka így kezdődik. Áldjad én lelkem a dicsőség erős királyát. Thank you.
kegyelem, irgalmasság és békesség adassék nékünk bőséggel az Úrtól, ami Istenünktől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Hallgassátok meg, szeretett testvéreim, a mi Úrunk Istenünknek igéjét, amint a szó hozzánk Pál apostolnak, korintusbeliekhez írott első levelének 13. részéből. Isten igéjének felolvasását a gyülekezet leülve és figyelmes szívvel hallgassa végig. Itt szól hozzánk az Úr igéje a megnevezett szent helyről, Pál apostolnak, korintusbeliekhez írott első levelének 13. részéből. Ha emberek vagy angyalok nyelvén szólok is, szeretet pedig nincs bennem, olyanná lettem, mint az engő érc vagy pengő cimbalom. És ha profétálni is tudok, ha minden titkot ismerek is, és minden bölcsességnek birtokában vagyok, és ha teljes hitem van is, úgy, hogy hegyeket mozdíthatok el, szeretet pedig nincs bennem, semmi vagyok. És ha szétoztam az egész vagyonomat, és testem tűzhalára szánom, szeretet pedig nincs bennem, semmi hasznom abból. A szeretet türelmes, jóságos, a szeretet nem irigykedik, a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel, nem viselkedik bántóan, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rója fel a rosszat. Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal. Mindent elfedez, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr. A szeretet soha el nem múlik. De legyen bár prófétálás, el fog töröltetni, legyen nyelveken való szólás, meg fog szűnni, legyen ismeret, el fog töröltetni. Mert töredékes az ismeretünk, és töredékes a prófétálásunk. Amikor pedig eljön a tökéletes, eltöröltetik a töredékes. Amikor gyermek voltam, úgy szóltam, mint gyermek, úgy éreztem, mint gyermek, úgy gondolkodtam, mint gyermek, amikor pedig férfivá lettem, elhagytam a gyermeki dolgokat. Mert most tükör által homályosan látunk, akkor pedig színről színre. Most töredékes az ismeretem, akkor pedig úgy fogok ismerni, ahogyan engem is megismert az Isten. Most azért megmarad a hit, a remény, a szeretet, e három, ezek közül pedig a legnagyobb a szeretet. Ámen. Isten áldása legyen a feladatok igény, annak befogadóin és megtartóin. Gyertek, szeretett testvéreim, imádságban feleljünk, amikor Istenünk megszólítására. Mennyei Atyánk az Úr Jézus Krisztus által, hálaadással tesszük le eléd a mi egész életünket, a mostani összegyülekezésünket is, te benned bízva mertük így alakítani, hogy emlékezzünk mai napon a múltra, de hogy egyben a jövendőre is tekinthessünk. És ezért van a mi bizodalmunk te benned, Urunk, mert te már megbizonyítottad a múltban is a te hűségedet, és ígéretet adtál nekünk az eljövendőre nézve is. Ezért kérünk, hogy maradjon a te irgalmasságod ugyanúgy velünk, ahogy eddig is megtartottál minket. Légy, mi őriző pásztorunk, és a áldásod legyen gyümölcsözővé a mostani alkalmat, hogy többet tudjunk magunkkal hazavinni, mint amennyivel idejöttünk. Így kérjük a te szent lelkednek áldását, szent fiadért, Jézus Krisztusért. Ámen. Ige hirdetésre készülve a 171. dicséretünket énekeljük. A 171. dicséretünk így kezdődik. Megáll az Istennek igéje, és nem állhat senki ellen. Thank you.
a mi atyánktól, és az ő fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Ünnepő gyülekezet, szeretett testvérek, hallgassuk meg Isten igéjét, úgy, amint azt olvassuk és hirdetjük Jakab apostol levelének harmadik fejezetéből az első 12 vers alapján. A szent igét és magyarázatát leülve hallgassuk. Jakab apostol levele harmadik részének első 12 verséből így szól hozzánk Isten igéje. Testvéreim, ne legyetek sokan tanítók, mert tudjátok, hogy súlyosabb ítéletben lesz részük. Mert sokat vétkezünk mindnyájan, de ha valaki beszédben nem vétkezik, az tökéletes ember. Meg tudja fékezni az egész testét. Ha a lovak szájába zablát vetünk, hogy engedelmeskedjenek nekünk, egész testünket irányítjuk. Íme a hajókat, bármilyen nagyok, és bármilyen erős szelek hajták is őket, egy egész kis kormányrúddal oda lehet irányítani, ahová a kormányos akarja. Ugyanígy a nyelv is, ilyen kicsi testrész, mégis nagy dolgokkal kérkedik. Íme egy parányi tűz, ilyen nagy erdőt felgyújthat. A nyelv is tűz, a gonoszság egész világa. Olyan a nyelv tagjaink között, hogy egész testünket beszennyezi, és lángba borítja egész életünket, miközben maga is lángba borul a gyehenna tüzétől. Mindenfajta vadállat és vadár, csúszómászó és tengeri állat megszelídítheti, meg is szelídíti az ember, a nyelvet azonban az emberek közül senki sem tudja megszelídíteni. Fékezhetetlenül gonosz az, telve halálos méreggel. Ezzel áldjuk az Urat és Atyát, és ezzel átkozzuk az Isten hasonlatosságára teremtett embereket, ugyanabból a szájból jön ki az áldás és az átok. Testvéreim, nem kellene így lenni ennek. Vajon a forrás ugyanabból a nyílásból árasztja az édes és a keserű vizet? Avagy teremheti, testvéreim, a füge, olajbogyót és a szőlő fügét? Sós forrás sem adhat édes vizet. Ünneplő gyülekezet, szeretett testvéreim, alapigénk a szelídségről szólt. Azért ezt vettük elő, mert erről van most mondani valók főképpen. Ha valaki megkérdezi, hogy mi az a tulajdonság, vagy mi az a jellemvonás, ami Lévai József ünneplésére szólít bennünket, mondhatjuk, hogy több más mellett a szelídség az, mert költőnk közismerten szelíd lelkületű ember volt. Tehát nem a költészete, nem a tanársága, nem a vármegyei hivatalnak múltja áll most a ünneplésünk középpontjában. Az is természetesen. Hiszen évenkénti megemlékezéseinkben mindig előtérbe kerül ennek a lélekben oly gazdag költőnknek egy-egy sajátos vonása. Több más jellegzetes tulajdonsága mellett összpontosítsunk most arra a lelkületre, ami egyre inkább hiányozni látszik a mai életünkből. Ez pedig a szelídség, a szelíd lelkület, aminek a felöltésére buzdította egykor Pál apostol a kolosszébeli gyülekezetet. Az efézusi gyülekezetnek is hasonlóképpen ezt írta: járjatok szelídséggel, az Efézus 4.2-ben olvassuk. A Filippi belieknek ugyancsak ajánlotta következő formában,
a ti zelíd lelkűségetek ismert legyen minden ember előtt. Egyik munkatársának, Titusnak szintén azt üzente, teljes szelídséget tanúsítván minden ember iránt, írta Pál apostol és mondta. Láthatjuk ezekből az idézetekből, hogy nem mellékes téma az apostoli levelekben a szelídség ajánlása. Már az Úr Jézus korábban kiemelte ezt, amikor boldog mondásainak egyikéhez ezt az ígéretet kapcsolta, boldogok a szelídek, mert ők örökségül bírják a földet. Máté 5-5-ben olvassuk. Ki fogja örökölni a földet? Ki lesz a jövő embere? Tudható ez? Emberi értelmünkkel, tudásunkkal nem tudunk válaszolni ezekre a kérdésekre, amik a jövőben mutatnak és a jövőben vannak elrejtve. De Isten a Szentírásban adott nekünk elég üzenetet ahhoz, hogy még a bizonytalanságban is érezzünk bizonyosságot. És miközben ezt átgondoljuk magunkról és életünkről, érezzük azt is, hogy milyen messze vagyunk még azokról a szentírásbeli eszményképektől, amelyek minden apostoli levélben is ott vannak. A Bibliából tudhatjuk meg, testvéreim, hogy a Teremtőnek mi volt az elgondolása, a szándéka, az eredeti szándéka velünk, amikor embernek teremtett minket. Gyakran költői képekkel, ma is beszédes helyzetrajzokkal hozza Isten tudomásunkra a Bibliából azt, hogy milyennek akar ő látni minket. Lévai József születésének 179. évében úgy emlékezzünk a Sajóvölgy pacsirtájára, hogy három képet kiemelünk Jakab apostol igehirdetéséből. Ráhelyezzük ezeket a képeket a mi valóság mintánkra, és meglepődve tapasztalhatjuk, hogy milyen időszerűek. Költőink többnyire lelki emberek lévén felismerik az időszerűséget, és ezt az élményt megírják mindenki tanulságára, ezzel pedig hozzásegítenek bennünket önértékelésünknek a jobbításához. Az első kép az ókori közlekedésről szól. Azt mondja az apostol, hogy a lovakat zablával, a hajókat pedig kis kormányrúddal oda lehet irányítani, ahova akarjuk. A szelídség a közlekedésben irányíthatóságot eredményez. Úgy jelenik meg, mint a vadság és az akaratlanság ellentéte. A teremtés után az emberre bízta Isten a megszelídítés nagy türelmet igénylő feladatát. Erről azt is mondhatjuk, hogy világunk történetében, történelmünkben két ellentétes áramlat érvényesül. Azt látjuk, hogy a létért való küzdelemben az emberek eldurvulnak, hajlanak arra, hogy a francia filozófiai jelszót követve vissza a természethez, ezt követve közlekedjenek, gátlásaikat levetve. De ezen túlmenően a napi hírek leginkább arról szólnak, hogy elvadultság, kegyetlenség, gyűlölet lesz úrrá az életünkön, ha elveszítjük a szelíd lelkűséget. Ugyanakkor azt is látjuk, hogy sokféle tehetséggel küzd az emberiség jobbik fele a teljes elvadulás ellen. A költőknek, így a mi költőnknek is szép tehetség adatott arra, hogy a lélek békéjét közvetítse
a zűrzavar és a hangzavar helyett harmóniát. Azért ünnepeljük a kultúrát művelő nagyjainkat, mert műalkotásaikkal emberibb emberré nevelnek bennünket, mindnyájunkat szelídítenek, nemesítenek, lelki emberré formálnak anélkül, hogy erőszakot tennének a lelkiismeretünk szabadságán. Az ilyen nevelőket haláluk után is megbecsüljük, hagyatékukat számon tartjuk, költői üzeneteiket továbbítjuk. Gyakran megtörténik az is, hogy régen írt költészetünk igéiben felismerjük Isten örök igéjének a sugallatát, vagy éppen üzenetét. De mielőtt ebben megnyugodnánk, Jakab apostol egy második képet is előhoz, és nem engedi, hogy felületesen elszálljunk a valóság felett. Azt mondja, hogy van nekünk nyelvünk is. És ez a nyelv olyan, mint a nagy erdő tüzeket okozó szikra. Azt mondja, hogy minden vadállat megszelíthető, de a nyelvet az emberek közül senki sem tudja megszelíteni. Könnyebb a vadállatokat háziasítani, mint a rosszindulatú ember nyelvét megfékezni. Fékezhetetlenül gonosz az, írja az apostol, telve halálos méreggel. Lehet, hogy ismerte Jakab az Úr Jézus intését is, és gondolt rá, amikor ezt írta. Gondolt arra, amikor Jézus mondja, legyen a ti igenetek igen, a nem nem, mert ami ezen felül van, az a gonosztól van. Közéletünkben is tapasztaljuk nap mint nap, hogy a hazudozás, a gyalázkodás, a hitelrontás, a gyűlöletbeszéd gátlástalanul tör fel a mélységekből, az emberi életek mélységeiből. Úgy hordozzuk a gyűlölködésnek a mérgét, mint a kígyó a saját mérgét, és ha mindenki egyszerre beszél is, mint ahogy ez szokásba jött mostanában, nem képes az ember megszabadulni a beszédében rejlő bűntől. Más szóval ez azt jelenti, hogy költészettel, kultúrával, művészettel nem tudjuk igazán elvetni a bűn terhét. Talán ezért is kérdezte Keresztelő János a hozzá kiment emberektől, mérges kígyóknak fajzatai kicsoda intett meg titeket, hogy megtérjetek. A gyűlöletbeszéd ma is rácáfol mindenre, ami szép, amit a költészet és a művészet előad. Azért kell Istenhez kiáltanunk segítségért, mert a költészet bármilyen nagyszerű legyen is, önmagában nem elég az emberi életnek a megjobbításához. Ezt tudnunk kell. És itt érkeztünk el, testvéreim, alapigénynek a harmadik képéhez, ahol Jakab apostol a természetből vett példákkal állítja, hogy áldás és átok nagyon közel vannak egymáshoz, amikor egy szájból jönnek ki, és ennek a természetes ellentéte uralja egész életünket. Közel vagyunk az áldáshoz, olykor még közelebb az átokhoz, vagy éppen az átokhoz és messze az áldástól. Természetesnek tartjuk, hogy van édes víz, van keserű víz, és van sós víz is, amit a holtengerén. Természetes, hogy különböző termése van a növényeknek, a függe, a tolajbogyó, a szőlő, mind a maga fajta jellege szerint hozza meg termését. Mondhatjuk, hogy zárt rendje van a biológiának, amiben nem könnyű behatolni,
vagy nem lehet varázsütésre besétálni. Csak egy módja van a belépésnek, és ez a nemesítés. Az előnyös tulajdonságok átvitele a gének által. Ha erre gondolunk, megcsodálhatjuk a Teremtőnek már ismert, de ezután majd még inkább csodálható új jelenségeit, engedményeit. Már tudnék a tekintetben, hogy a tudomány által a ma még titoknak mondott dolgokba is bepillanthatunk, betekinthetünk, sőt azon az emberiség változtatni is tud. Ünnepelt költőnkről azt is tudjuk, hogy szeretett gyümölcsös kertjének tavaszi virágzásától az őszi betakarításig együtt gyönyörködött és sóhajtozott a fáival. Miskolccal is kijött többször, csak azért, hogy nem ulassza el a gyönyörű látványát a kertnek, ami virágba borult. 1890-ben a Mi kertünk című versében nem volt még Lévainak gyümölcsös kertje, csak egy szokásos falusi parlagias kert. Erről írta édesanyja egyszerű falusi kertjéről következő sorokat. A mi kertünk nem virágos, csak falusi árva kert, melyet olykor a víz árvos elsötiott a sikert. Az ég mégis át a kertnek melegesült harmatot, benne a magvak kikelnek, és szintúgy felvirulnak ott. Íme a költő így ünnepelte Isten áldását, a termékenyítő esőt. Naplójából tudjuk, hogy szelíd lelkülettel járt, hosszúra nyúlt földi életének utolsó napjaiban, idejében, éveiben. Szeretettel járt. Abban a kertben, amit már nemesített fákkal ő maga ültetett be. Keze nyomán megvalósult valami a neves francia tudós jelszavából is műveljük kertjeinket. És közben egy másik mondás is megvalósult, mely szerint, akik fát ültetnek, sokáig élnek. Mindegyik Szent Péteren, ami elődeinek életkörében valósult meg, és ezért is ünnepeljük. Sőt, meglátszott valami abból, hogy milyen az, amikor valaki ajándékba kapja Istentől a szelíd lelkületet. Azt a lelket, amivel Istenünk is szereti ezt a sok bűnnel és gyarlósággal küzdő világot. Ünnepeljünk hát, és járjunk szelídséggel. Amen. Köszönjük néked, mennyei atyánk, hogy a te csodálatos világunkban a titkaival betekinthetünk, és mikor ezt tesszük, itt a templomi csendben, te meg is ajándékozol bennünket az a jó érzéssel, hogy hozzád tartozunk, és így egymáshoz tartozunk, és tartozunk mi, akik lélekben erősnek gondoljuk magunkat, hordozni az erőtlenek terheit is. Köszönjük, hogy mindenre ösztönzéseket adsz. Felmozduló szívekkel ajándékozunk meg ezt a sivár
korszakot is, amiben minden régi értéket vagy elfeledtek, vagy el akarnak felejteni. Szabadíts meg minket a könnyelműségtől, a hiszékenységtől, a hamisságtól, a hazugságoktól, és tedd emberi beszédünket méltóvá arra, hogy ígédet hirdessünk. Áld meg további ünneplésünket, egyházunkat, hazánkat, házunkat. Újítsd meg rajtunk a te kegyelmedet, örökkévaló Isten, akit megszólítunk a mi Urunk Jézus Krisztustól tanult imádsággal is. Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Hogy minden a kenyerünket hadd meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne védj minket kísértésbe, szabadíts meg minket a gonosztól, mert így az ország és a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. A mi Urunknak, a Jézus Krisztusnak kegyelme és szeretete legyen, és maradjon mindnyájunkkal. Amen. Tisztelt jelenlévő! Születésének 159. évfordulóján Lépai Józsefre emlékezünk. Településünkön egy kisnemesi családba született. Hosszú, 93 éves életútja során az irodalmi élet nagyjai közé nőtt fel. Belső töteményei szellemi hagyatéka, mint a 19. századi költője maradt ránk, és a költő nagyságunk között Petőfi, Arany és Tompa Mihály mellett említhető munkásságban. A költészeti munkásságánál csak szerénysége, szülőkből és hazaszeretetem volt nagyobb. Szülei és szülőföldje Sajos Szent Péterhez kötődése egész életét végig kísérte. Keresztelő templomában, melyben Kohász Kami rendszeresen járt, a Szép Öreg templomban, emlékezünk meg róla születésének évfordulóján. Ezen vers végén a templom köré általa is ültetett, Akácvára alább gondolkodhatta. Ti még éltek, mert én már véget értem, susogjátok, hogy ekkor is értem. Léva József Akácfáig kivaltak, de a felnőtt nemzedék, az utódok őrzik emlékét, és a mely megemlékezés is ennek bizonyítottak. De mi is, ami hálára kötelez bennünket Léva József munkása során. Azon szép, nemes gondolatok, amelyeket szívet gyönyörködtető gondolatok, pestítő, lelkesítő versorokként hagyott ránk, a magyarokra, a Sajos Szent Péterre. Számomra egyik nagyon ideillő vers sora, amely ütkezik, hogy itt születtem, itt lakom én, hol a Sajók anyagok, hol a földben ezerében túrják a jó magyarok. Tanult, ismerettel rendelkező emberként ország, világ más területén kecsegtető lehetőséget is kapott. De völgyben maradt, amelyet ekképpen én nem is bármilyen itt éltem egy kevesen, szűk mederbe szorult örömeim patakja, de annál üdén volt gyorsan ömbért ablak. A mai megemlékezésnek talán egyik legszebb mondatóját meghatározó gondolat,
hazaszeretet, amelyet illetően ma nagyon sokan sokféleképpen gondolnak, hazaszeretet nemzet és népszeretet formájában. Lévai József hazaszeretete példamutató, költészetében sok helyen felelhető, de nem is alaptalanul, és akik ismerik életünket, tudják, ő is az 1848-49-es szabadságharc forradalom részese volt. Tehát közvetlen életes gondolat vívője volt hazának a szabadság iránti rajongásnak. Isten hozzá című versében ekképpen ír hazám. Isten hozzá, édes hazám határa, szívedben van drága képen beszállva. Szívembe adtam annak én helyet, onnan azt már kitörölni nem lehet. Józsefék gondolatait ezek a szép szavak meghatározták, és filozófiailag is megfogalmazásukat, és ezt ilyen formán adta elő, amely vezérgondolata lehet ma minden, és mondhatom azt, hogy politikusnak is, hisz azon verszavak, amelyek így hangzanak, hogy 50-ig mondtam, és hát a legfőbb, de közédesen, az 50-ig mondtam versében, amikor írta, hogy szent kicsőbb jövőben bízva, nézzetek a múltra vissza, hirdessétek, hogy az önké sosem lesz felettünk törvény, és nem ölhet meg bár sebet vágott, sem az igazságot, sem a szabadságot. Tehát ezen versorai bölcseletként, gondolkodóként a politikai szemléletet is meghatározta, és ebben a gondolatban benne van a múlt iránti tisztelet, amelyet ma és holnap is kell tudnunk vállalni. Végül szeretném megemlíteni Szülőföldem versének utolsó két sorát, mely tényleg szívet melengető, úgy szól, hogy szülőföldem szerelmével hazámat szeretem. Szülőföldünket, hazánkat, nemzetünket, magyar népet szóval letettel és bizonyította, szerette egy Lévai József. Tegyük mi is. Közelgő népszavazásra vállaljuk az egyéni tartozásunkat a mai határon túl élő magyarokkal. Nemzeti egyéni tartozásunk már több mint 1000 éves múlva szavazatunkkal pecsételjük ezt. Köszöntést mondani a szövetség részéről Koltányi Miszkó Szilvia, a Sólyószentpéteri Református Nőszövetség elnöke. Tisztelt ünneplő gyülekezet, tisztelt vendégeink! Szeretettel köszöntünk minden kedves megjelentet itt az ősi falak között, a Lévai Napok rendezvény sorozat utolsó helyszínén. Külön tisztelettel és szeretettel köszöntöm dr. Horváth Barna nyugalmazott esperes urat és feleségét Mártika nénit. Tisztelettel köszöntjük városunk polgármesterét, Samu István urat és a képviselőtestületet. Ezúttal szeretnénk köszönetet mondani Budai Erzsébet képviselőasszonynak áldozatos munkájáért és segítségéért. Nagyon örülünk, hogy újra körünkben köszönhetjük a miskolci Lévai József Református Gimnázium és diákoknak tanárait, tanulóiságát. Köszöntjük városunk óvodáinak és iskoláinak vezetőit, pedagógusait, növendékeit. Köszöntjük a városért és Lévai József emlékének fenntartásáért dolgozó művelődési ház és könyvtár vezetőségét, dolgozóit, illetve a Lévai József sírkertjének gondozását végző közi vezetőségét és dolgozóit. Szeretettel köszöntjük a különböző egyházi felekezetek képviselőit, gyülekezeti tagjait, és nem utolsó sorban a vendégeket fogadó és a Lévai József emlékének tisztelgő református gyülekezetek elöljáróit, tagjait, a Nőszövetség lelkes munkatársait. Köszönjük, hogy elfogadták meghívásunkat. Ünnepi műsorunkat a nagy költőre emlékezve hallgassuk figyelemmel. Felkérem a Lévai József Református Gimnázium diákjait, mutassák a műsorokat.
Pajzsom, hatalmas szabadítóm, felleg várom. Az Úrhoz kiáltok, aki dicséretre méltó, megszabadulok ellenségeimtől. Körülvettek a halál kötelei, pusztító áradat rettentennem. A sír kötelei fonottak rám, a halál csapdái veredtek rám. Nyomorúságomban az Úrhoz kiáltottam, segítséget kiáltottam Istenemhez. Meghallotta hangomat templomában, kiáltásomat fülébe jutott. Lenyúlt a magasból és fölvett, a nagy vizekből kihúzott engem. Megmentett engem erős ellenségemtől, gyűlölőimtől, bár erősebbek nálam. Rám törhetnek a veszedelem napján, de az Úr az én támaszom. Tágas térre vitt ki engem, megmentett, mert gyönyörködik bennem. Igazságom szerint bánt velem az Úr, kezem tisztasága szerint jutalmazott engem. Hiszen vigyáztam az Úr útjára, és nem hagytam el hűtlenül az Istent. Minden törvényére ügyeltem, és rendelkezéseitől nem tértem el. Fedhetetlen voltam előtte, és őrizkedtem a bűntől. Igazságom szerint jutalmazott meg az Úr, kezem tisztasága szerint, amit jól lát. A hűségeshez hűséges vagy, a fedhetetlen emberhez fedhetetlen. A tisztához tiszta vagy, de a hamisnak ellenállsz. A nyomorult népet megsegíted, de a kevés tekintetűeket megalázod. Mert te gyújtasz nekem, mécses Uram, fénysugarat ad nekem Istenem a sötétségben. Veled a rabunknak is nekirontok, ha Isten segít, a falon is átugrom. Az Isten útja tökéletes, az Úr beszéde színigaz, pajzsa mindazoknak, akik hozzá menekülnek. Van-e Isten az Úron kívül? Van-e kőszikla Istenünkön kívül? Isten ruház fel engem erőben, ő teszi tökéletessé utamat. Olyanná teszi lábomat, mint a szarvasoké, magaslatokra állít engem. Ő tanítja kezem a harcra, karjaim érciát feszülnek. Oltalmazó partot adtad nekem, jobbot támogat engem. Sokszor lehajoltál hozzám, biztossá teszem lépeimet, és nem inognak fogálni. Ezért magasztallak, Uram, a népek között, Zsoltárt éneklek nevednek. Nagy győzelmet adunk királyának, hűséges maradt fölkentjéhez, Dávidhoz és utódaihoz örökké. Emléki lenne, s a nyári esti fátron át szemlélik éltök alkonyát.
vándorútjuk, mint eddigjettek, göröngyös volt, hosszú, igen, mint a föld. Ki tudítású ismerének, mint a föld előtt, igen. Ketten maradtak itt élő szobának, emlékelül egy eltűnt régi karnak. Előttük a sűrű jelen, embervilág, oly idegen. Az életet karöltve járták, munkában égve szüntelen, az ötödében bízva várták, hogy nem lesz a sikertelen. Nem terjedt messze vágyai határa, nem állítottak a földtúls javára. A boldogság, a szenvedés, elég volt nekik a kevés. S a kevesek könnye elérte, jámborság és hűszorgalom, előbb fogytánnak kísérte, nélkülözés vagy irgalom. Mint a fürge hangja, a magolvat élen, nyugodtan él a nyári gyűjteléken. S vidám örökségök felett nem láttak súlyos felleget. Ha szervettek a bús keresztet, önmegadással viselik. Sajgó szívök hitet nem vesztett, bár gyűjtszemünkben könyv elég. Hitték, hogy őket egy hatalmas, égi, jóságos kéz mindig bölcsen beszélni, s ha csalandók még fájdalmira mennyi egy gyógyszer az ima. Egész világ... Szegénynek is lehet szeretni, örök hűszívvel a hazát, néki verekedetet fizetni, s verrel véden igazát. Tűzhelye bár homályos, bár csekély is, ott ég azon hon szerelme mégis. Nem sziporkázó lángolás, de hangvalat rejlő parázs. Sóvár szemmel merengben éli, éjjel a holdas csillagot, magukban eltűnődve kérdik, ma néhat élet, laknak ott, vagy a földforrás terhét lerázva, nem az lesz én mindkettőjök hazája, sötétben visszatúd igaz, a csillagok közt melyik az? Add hűtás kezed kezembe, észó kell egyik ajakon. Így indultunk egykor mi messze, most kis fészkünk nyugalma van. Hűs már az est, az éj is már közelget, tücsök szírt be a házunk sövénye mellett, bennünket ég s föld hangja mind, álomraim, álomraim. Megadja. Ó, megadja. Meg már megadta. Láttam repülni lelkeket. Fehér galambá, megsuhanva, siet. Fel a mennyi. A kék magasból még rám lehetett. Szót fogadtam, hogy jól ott énekeljük. Galambfénye ragadt rá, értek említni, alapján. De annál üdébb volt gyorsan ömlő habja. Szeretetben gazdag voltam, kincseit én szét nem szórtam. Itt áradott heve egész melegének, mint napsugár, melyet egy fonold jönnelének. Drága zálogi szívemnek, a föld alatt itt pihennek. Itt domborul sírjok, látogatom őket, nem tekintem másként, csak mint szendermünket. Szenteken a pihenőhely, kíméltettem az idővel, keblére hozzájuk engem is majd felvesz, s együtt várom velük, ami lesz, vagy nem lesz. Amen.
képviselő asszony, szeretett költőket méltassa. Tisztelt ünneplő közösség! Lévai József születésének 179. évfordulójára emlékezünk ma. Itt a református nagy templomban, a szép öreg templomban, ahol az úrasztalán ünnepi alkalmakkor így ma is azt a terítőt helyezi el az a közösség, amit Lévai József szülei emlékére 112 évvel ezelőtt ajándékozott a templomban. A mai nap nem pusztán megemlékezés. Sokkal több kell legyen annál. Az igazi méltatás az, ha sikerül utat találnunk ahhoz a szellemiséghez, amely iránytűként szolgálhat számunkra saját életünk vitelében, vagy akár nemzeti sorskérdéseinkben is. Lévai József, aki, ahogy mondani szokás, Petőfitől addig virrasztott a magyar irodalomban, példamutató alázattal végezte közéleti tevékenységét, olyan szellemi örökséget hagyott ránk, amely segít életünk nehézségeinek legyőzésében. Élete 93 esztendeje viharos történelmi időkre esett. 1825-ben született az első reformkori országgyűlés évében, és 1918-ban halt meg az első világháború utolsó évében. Gondoljuk csak át, hányszor fordult nemzetünk sorsa ez a. Kétségek, kételkedés, reményvesztés lett úrrá sok emberek. Talán ha éppen Tompa Mihály barátjára gondolunk, az ő tragikus sorsára. Lévai József ekkor is mindig meg tudta teremteni belső nyugalmát, melyet szilárd értékrendje, erkölcsisége és hite táplál. Életművét méltatlanul borítja feledés. A mi közösségünkön kívül nem nagyon emlékeznek ő rá ebben az időszakban sem, amikor évfordulunk. Irodalomtörténeti áttekintésekben egy-egy mellékmondat elejéig szerepel, megemlítik, mint a Mikes költői, Sajó Völgy poétáját, emlékbeszédek és alkalmi ódák szerzőjét, a nagyobb Arany János Tompa Mihály Gyulai Pál barátját, a népies nemzeti irány kisebb lirikusaként emlegeti. Pedig Lévai József a legjobb színvonalon volt annak a művésztikusnak a megtestesítője, aki pontosan és szabatosan fejezte ki korának tényleges hangulatait, eszményeit, úgyhogy soha egy zavaró mellékzönge, egy ízlésbeli vagy erkölcsbeli botlás egy ilyen hosszú költői és közéleti pályán. A reformkor példás haladó romantikusok, őszinte hazafi, elégikus, mégis bizakodó költő. 60 évig tudta tartani az esztétikai színvonalat, a mértéktartó arányosságot, a választékosságot. Ezeket az elismeréseket megkapja az irodalomtörténészektől is. Ugyanakkor találkozunk olyan elemzésekkel is, melyek számon kérik tőle a mélyebb mondani való. Milyen igaztalan vált. Az isteni kegyelem megadatott számára, hogy mélyen érezze és értse a világot, és igazi sorskérdéseket fogalmaz meg több versében is. Csak a mi lelkünknek is meg kell nyílni ahhoz, hogy ezeket a gondolatokat megértsük. Csak egy példát hadd idézzek, hogy évszázad múltán is, mennyire szólhatnak hozzánk az ő gondolatai, lehetnek akár aktuálisak is nemzetünk számára. Töprengés című versének első szakasza. Mély zavar, mély zűrös élet, díszlepelben mennyi gaz,
Szenvedés, mely újra éled, bánat, melyre nincs vigasz. Mennyi eltiport remény vár idvezítő szózatot. Ég és föld csak némán figyel már, köd borítja a napot. Igen, ég és föld ma is némán figyel a vigasztalan bánatok, eltiport remények felé. És az idvezítő szózatot sokan várják, tőlünk is. Meg kell, hogy ezt értsük, és meg kell, hogy nyissuk rá a lelkünket, ahogy Lévai József mindig meg tudta nyitni a lelkét minden bánatra. Lévai József a nagy idők tanulja, akiről Gródi Gyula egykor a következőket írta. Lévai József a miskolci aggastyán Magyarország elmúlt fél évszázadának élő memoárja. Méltán övezte köztisztelet időskorában. Tagja a Kisfaludi Társaságnak, a Magyar Tudományos Akadémiának, kitüntetése során kapja. A hosszú élet lehetőséget adott számára, hogy mindazt a tapasztalatot, melyet összegyűjtött, öregkori naplójában, melynek a Szentpéteri Üres Fészek címet adta, számunkra is megörökült. Visszatért oda, ahonnan elindult, és ahová élte során megpihenni, mindig visszatért Szentpéter. A napló szeretett szülei halála után ezekkel a sorokkal kezdi. Sok küzdelem és nyugtalan vergődés után lehajtom végre fejemet ebben a kis hajléban. Életem legboldogítóbb és legtisztább örömeinek ez volt a tanulja. Tanulja lesz ezután egyedüliségemnek és az eltűnt boldog múlt időkön való merengéseimnek. 1892-től 1917-ig írta le reflexióit életről és halálról, barátokról és pályatársakról, a természet szépségeiről, családi ügyekről. De a naplóban időnként nagyon határozottan politikai és irodalmi nézeteinek is hangot ad. Az első világháború előtti Magyarország politikai elitjét mélységesen elítéli, egyedül Tisza Istvánban lát reményt a nemzet számára. A háborúról alig-alig ír, szinte nem akar róla tudomást venni. 1917. január 15-én azonban ezeket a sorokat jegyzi be. Úgy nézem ezt a rettenetes háborút, és az azzal egybefüggő gyötrelmeket, mint valami általános szellemi földrengést, melyet egy kimagyarázhatatlan erő hozott kitörésre az emberiség mélységeiből. Mi a célja vele? Mi lesz az eredmény? Titok előttünk. A rettenetes eredmény a legnagyobb nemzeti tragédiánkat nem érte meg, a sors meg kimerült. Befejezésül az ő szavait hallgassák. Naplójának utolsó bejegyzése 1917. április 10-én. Isten veled, szentpéteri üres fészek. Nem lesz több feljegyzés rólad papíron. Vége az egészségnek. Szemeim végleg megtagadták a szolgálatot. Írni alig, olvasgatni semmit sem tudok. Amit az üres fészekbe 1892 óta jegyeztem, rám nézve el van tenni. Itt van a lemondás. És legyen itt ez utolsó Isten. Most pedig hallgassunk meg egy verset a költőtől, melyet a Lévai szavaló versen első helyezettje fog előadni Kalocsai Viola a Hunyadi Mátyás Általános Iskolából. Lévai József, megelégedés. Nem vagyok én nagy úr, az apám se volt az. Nagy gazdagság,
nagy baj, nem nekem való az. Nem sarka a hiúság, hogy sokat reméljek, az én kívánságim igenis csekélyek. Tölt pohár a kézben, vígnóta az ajkon, egy kis tűzhely, melynél fejemet lehajtom, egy-két szerető szív rám boruló gondja, örömen virágít koszorúba fonja. Ismerősöm a föld, melyen járok, kelek, minden bokra mellett ismerősre lelek. Szellője, virága, csak úgy suttog róla, mint midőn itt hajdan, fürge gyermek voltam. Felnézek az égre, arca tiszta, vidám, onnan a magasból mosolygva tekint rám. S ha felettem néha megdördül borulja, nem félek, mert tudom, hogy kiderül újra. Az a hely is, melynek temető a neve, e vidéken régen barátommá leve. Ismerősöm nála minden por és emlék, csak úgy megyek oda, mintha hazamennék. Megkérem a Léva József általános iskola tanulóit, hogy mutassák be műsorokat. Hogy itt éltem egy keveset. Szűk mederbe szorult örömi patakja, de annál üdébb volt gyorsan ömlő havja. Szeretetben gazdag voltam, kincseit én szét nem szórtam. Itt áradott heve egész melegének, mint napsugár, melyet egy pompa gyűjtének. Elközelget hát az óra, szállom önkör koporsóra. Halál mérgés virált oldalamban érzem, mérge átutotta, én már minden részem. Csak telebegsz még előttem, édes hazám, szülőföldem. Gyógyító balzsamot én tetőlet kére, mutasd meg forrását az élet vizének. Szép határok vérce, sítja, vidul, mert hajnal borítja. Óhagy egy sugárkát, piros hajnalból, halomány arcok tánc, felderülne akkor. Virágokon rendben, csókra vágja a fogalmat. Úgy mondtad a hadban, csöppenj a szívembe, s költse fel a hervat, utámságot benne. Rám pillant egyedről nap, villantás erőt adnak. Csillagaithoz éjjel, titkonhat beszéljek, értsék meg szavamat, s engedjék, hogy éljek. Gyógyíts meg, ó szülőföldem, ne fordulj el te is tőlem. Gyógyíts meg, bűváros erővel, virági lakottal, édes levegőtel. Vagy ha nálad sincs reménység, s értem, mint hallgatló nincs így. Tehát kebeletben, pihentek vármat,
hambáról a kenyő, sidom a virág. Száraz ágon vagy gerince turbikon, fényes vonal van szárnyához kötve.
habár nem a Szent Péter temploma. Rómától messze vonta meg magát a Sajó partján csendes otthona. Sok száz év vihardott át felette, Isten csodája, hogy el nem seperte. Ifjú akácok a templom körül, örködjetek soká, síruljatok. Lakástokért, a szent helyért, talán az ég kegyelme nyugszik rajtatok. Ti még éltek, ha én már véget értem, susogjátok, hogy ekkor én is éltem. Nem boldogságot, csak hitet, csak egy kis értelmet a reménynek. Adj Istenem emberi sorsot a szegénynek. Nézd, gyönyörű volna az élet. Van pénz, nő, fény, eszpressz, vasárnap, és milliók rabjai a nyomorúságnak. Nézd, hogy tesz tönkre milliókat, ezerféle ravasz gonoszság, pedig erős nép nélkül elpusztul az ország. Nektárral és ambróziával csortul a föld, s nem jut kenyére se. Mondd Istenem, törvény az ember szenvedése? Mondd, látsz minket? Voltál te éhes? Fáztál valaha? Ugye fáztál? Szittad magad, mikor a téli elsőben áztál. Ha nem éheztél, diderettél. Nem szólok hozzád soha többet. Úgyse tudod, mit gondol a szegény előtted. De ha tudod, mi a csalódás? Ha gazdag vagy, de vagy szegény is, akkor Uram hozzád küldöm imámat én is. Ne bánsd a pénzes nyomorultat, ki közönyével megtikod. Add nekem ajtáról a biztos mosolyt. A hitet, erőt, adj új lelket a sok-sok hitetlen szegénynek. Adj Istenem egy kis értelmet a reménynek. Most énekeljük el együtt a 277-es éneket. Gondviselő jó atyámban. Thank you.
Major Zsoltot, a Bányai Gyülekezet lelkipásztorát mondja el zárszavát. Ünnepű gyülekezet, szeretett testvéreim! Engem ért ez a megtiszteltetés, hogy bezárjam ezt a felemelő ünnepséget, és hogy megköszönjem először is nagy tiszteletű dr. Horváth Barna nyugalmazott esperes úrnak szolgálatát. Nagyon megérintett, gondolom mindannyiunkat az ő mondani valója, amelynek a kulcsszava szerénység volt, amelyben szintén példaértékű lehet számunkra a költő Lévai József. Sokat gondolkodtam az ünnepség sorozat előtt, hogy vajon milyen üzenete is lehet annak, hogy mi évről évre megünnepeljük a költő születésnapját, hogy ünnepség sorozat keretében emlékezünk rá és ápoljuk az ő életének a dolgait, hagyományait, és igazából semmi nem jutott eszembe, míg nem a hét közepén részt vettem egy versenyen, a város öt iskolája mérte össze erejét a tekintetben, hogy mennyit tudnak Lévai életéről, és ott elhangzott egy kérdés feléjük, arra kellett választaniuk, hogy miben lehet példaértékű az ő számukra Lévai József. És elszomorító volt a számomra, hogy öt iskola növendékei közül csupán az egyik iskola növendékei tudták igazán megfogalmazni azt, hogy az ő számukra miben lehet ma, 2004-ben példa Lévai József. Elmondtam ott is, elmondom most is, hogy igazából nem tudok haragudni ezekre a gyerekekre, amiért nem tudták megfogalmazni maguknak, hogy miben lehet példa ma nekünk, vagy nekik feltörekvő nemzedéknek Lévai József. Ugyanis szerintem nem ők a hibásak ezért, vagy emiatt. Mások hibásak talán abban, hogy ma nem igazán értékek azok, amik Lévai József életét jellemezték. Szülő szeretet, Isten szeretet, haza szeretet, szülőföld szeretet. Ma nem igazán olyan értékek ezek, amelyre föltekintenének a fiatalok, a gyermekek. És akkor értettem meg annak az értelmét, hogy miért kell nekünk évről évre megemlékezni Lévai Józsefről. Most azért, hogy megőrizzük az utókor számára is őt, mint példaképet. Hiszen, ha megkérdeznénk a mai fiatalokat, vagy talán idősebbeket is, hogy van-e példaképük, és hogy miben példaképek ők, talán kevesen tudnának mondani ilyen példaképet. Lévai József költő viszont lehet példakép a számunkra, az imént felsoroltak miatt, hiszen ahogy elmélyültem az ő életében, olvasgatva róla több helyen is, magamat is elképzeltem, hogy arra gondoltam, milyen jó lenne, ha úgy tudnám szeretni Istent, a hazámat, a szüleimet, a szülőföldemet, mint Lévai József tette. Számomra ő példakép. És azért kell nekünk évről évre megünnepelni az ő születésnapját, azért kell emlékeznünk rá, hogy feltörekvő nemzedéknek is példaként állítsuk őt oda az imént felsoroltakban. Köszönöm Samu István polgármester úrnak a megnyitó beszédet, Budai Erzsébetnek a költő méltatását. Köszönöm a két Lévai iskola műsorát, nagyon tetszett az, hogy ők mindkét iskola más-más szempontból közelítette meg a költőt, a református iskola nyilván Isten hite felől olyan énekeket választottak, verseket, amelyek bemutatták előttünk az Isten félő vallását, mindig megnyílt gyakorló költőt, a
másik Léva iskola pedig bemutatta nekünk azt a Léva Józsefet, aki nem csak Isten gyermeke volt, hanem a nép gyermeke is. És hallottunk verseket, népi énekeket, hiszen költő számára nem csak az egyházi énekek, de a népi énekek is ugyanolyan fontosak voltak. Köszönöm a műsorotokat, köszönöm a felkészítő tanárok munkáját, akik benneteket felkészítettek. És a Bányai Nagytemplomi Gyülekezet és Nőszövetség nevében megköszönöm minden kedves jelenlévőnek, hogy eljött, hogy velünk együtt ünnepeljen és emlékezzen Lévai József költőre. Szeretnék mindenkit arra buzdítani, hogy az alkalmunk után jöjjenek át velünk a Lévai József szülőházába, melyet megkoszorozunk majd, és a Lévai József hagyatékát bemutatja számunkra dr. Horváth Barna, nyugalmazott esperes úr. Utána pedig mindenkit várunk szeretettel a Lévai iskolába egy szerény szeretett vendégségre. Itt szeretném megköszönni a Lévai iskolának a helyi biztosítást, hogy ezt lehetővé tette számunkra. Tehát mindenkit kérek, hogy továbbra is maradjunk együtt, menjünk át a Lévai emlékházba, utána pedig menjünk a szeretett vendégségre. Ünnepségünk befejeztével pedig énekeljük el nemzeti imádságunkat, a himnuszt.